Többek között felküldtük a pulzusomat 170? 175 környékére, valahol nagyon sok, 180 is volt talán. Voltunk több mint 1000-en, vagyunk is több mint 1100-an. Köszi szépen mindenkinek, az én nevem Jauri. Itt van Valcsák Pici, Kartali B, Szabó Kristóf, akinek át is adom a mikrofont. Sziasztok! Insta, Jauri Music. Szevasztok, szevasztok! Jó, ide finom volt a váltás, srácok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy 1100-an vagytok, bazd meg! Hát ez mit mondjak erre, kibaszott nagy pacsi nektek, srácok, mindenkinek. Kurva nagyok vagytok, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien itt vagytok, és tényleg ez bazd meg. Nálam is csatorna életében is mérföldkő az, hogy a Jauri ezt összerakta, pulzusmérő bazd meg, zenél, kommunikál, szavazás, moderátoroknak csók, mindenkinek csók, srácok. Ne haragudjatok, hogy késtek az eredmények, csak hát egy picit megcsúsztak a dolgok, és nem mindenki küldte be jól a dolgokat, meg ilyenek voltak, szóval ne haragudjatok, de itt vannak a várva várt eredmények. Egyetlen probléma van, hogy az első 6 helyezetet tudjuk elmondani nektek, ugye ez a 6 helyezet, ez az a 6 helyezet, aki pénzt is kap a verseny által. Az utána lévő 3 ember azt hiszem, akik a következő versenyre, ami amúgy február 14-én lesz, február 14, ugye? Február 14-én lesz, ők lesz 3 csapat? Ingyen belépőt kapnak a következő versenyre, tehát nem kell befizetni az a 6K cash, szóval erről van szó. Őket mindenkit e-mailbe fogunk értesíteni, arról is mindenkit e-mailbe fogunk értesíteni, hogy ki hanyadik helyezett lett, és a Discord csoportban, Gaming Demos Discord csoportjában is ki lesznek írva az eredmények. Szóval aki nem volt benne most ebbe a top, mennyibe? Top 5-be? Bocs, top 5-be, azok majd kapják a helyzetről a értesítést, na értsed már, miről akarok beszélni. Srácok, akkor megyek hátulról előre, mert apám azt tanította, hogy hátulról jó menni, tudod. Na mindegy. Szóval arra van szó, hogy szoros volt amúgy. Esküszöm nektek, hogy szoros volt. Most nem akarom tovább húzni, és azt sem tudom, hogy kik voltak ebben a csapatban, tudod. Szóval, hogy ott van a Team Panic. Kőkeményen harcoltak, érted? Vért verítéket hullasztottak a csata mezején Verdanskba, és hát 202 ponttal a fiúk 5. helyzetet érték el. Kibaszott nagy GG nekik, srácok, hogyha a chatten megteszitek, hogy kibaszott nagy GG spammet toltok, azért bekapnál nektek, tudjátok. Ők egészen konkrétan összesen 20.000 forintot zsebelhettek be. Utána következik... Utána következik a következő csapat, kik nem más, mint Flexék, gondolom ti vagytok a Flexiék. Nektek is kibaszott nagy puszi, láttuk az eredményeiteket, láttuk, hogy miket csináltatok, miket műveltetek, majd érdemes visszanézni a vodot, csókolak, puszilak titeket. 211 ponttal, negyedikek lettetek testvérek. Méghozzá 30 000 forintos díjazással értétek el ezt a helyezetet, G2G papító puszilak titeket, így van. Szóval 30 000 forintot zsebeltetek be, srácok, nagyon nagy puszi nektek, nagyon ügyesek voltatok, nektek is rohadt nagy gigi, szóval srácok, izomból most mehet, tudjátok, nem, most nem tüzelünk meg ilyenek, mert a... Na érted, mert mások tüzelnek, mi most gégézünk. Következő helyzet, akik a 3. helyet érték el, azok nem más, mint, vagy az nem más, mint a Hun Esport csapat, akik 215 ponttal, tehát 4 pont különbséggel sikerült lezárni a dolgokat, amit azt jelenti, hogy ők egészen konkrétan matematikailag 40 000 forinttal lettek gazdagabbak. Ez miért akkor, amikor komolyan akarok beszélni egy 5 P-t? Na! Szóval, igen, negyedik, faszomat a szádba. Na, második helyezett gyerekek, nem más, mint az Anbi csapata legutóbbi versenye 3. helyezetet érték el a legszállalmasabb kill pont elvesztése miatt sikerült a 3. helyre kerülni, ami lehetett volna a 2., is, most viszont sikerült a 2. helyzetet elérni az Anbit csapatának, akik egészen konkrétan 11 ponttal értek el többet, mint a 3. helyezet, azaz 50 000 forintot nyertek a fiúk, szóval, hogy elosztott 3-mal nem volt rossz gázsi egy estére, na, anyu meg büszke lesz, a manuális megének el, te tudjátok. Szóval, következő, akik az első helyen zárták a versikét, amit a Gaming Demos csapatának köszönhetünk, ami február 14-én lesz legközelebb, ismételten, ők nem más, mint az
aim, érted? Démon csapata, akik 245 ponttal, azaz a második helyzethez képest, hú, gyors fejszámolás, 19 ponttal több pontot értek el, akik 100 ezer forintot zsebeltek be. Nekik is rohadt nagy GG. Mindenki nagyon ügyes volt, srácok. Akárki, akármilyen helyzetet ért el, az ne csüggedjen, ne legyetek szomorúak. Mindenkinek kibaszott nagy puszi, hogy egyáltalán elindultatok a versenyen, és bennetek volt az, hogy egy kis versenyszellem. Ami rohadt nagy csók, szóval tényleg mindenki meg van dicsérve, a gyerekek a streamek nem akadtak, érted? Mindenki fajnul, nyomta a dumát, el voltatok, gémeltetek, számítóztatok. Azt ennyi. Most nem akarom promózni magam, hogy holnap 4-kor stream. Nyilván nem fogok egy ilyet bemondani egy streambe, érted, hogy 4-kor holnap streamelünk, mert nem akarom, hogy most itt promózzam magam, mert mély promóznám, tudod, nem vagyok olyan. De igazából olyan vagyok. Csókorlak titeket, srácok. Még egyszer rohadt nagy gratulációs, srácok, beszélni fogunk hétfőn a versenyről, hogy hogy volt, mi volt a meglátás, mi volt a rossz, mi volt a jó. De minden esetre köszönjük mindenkinek a részvételt, és hát egy búcsú zenét azért még beteszünk, nem? Igen, így van. Sokkal a kiteget!